Szevasztok, szevasztok! Farming Simulator 17, folytatjuk a melót, mert itt is igen, csak sok a meló, attól függetlenül, hogy 22-be baszakszik a játék a frissítés miatt. Nem fogunk kétségbe esni, hanem feltaláljuk magunkat és megoldjuk a problémát olyan szinten, hogy elkezdünk játszani a Farming Simulator 17-be a folytatással, miszerint ugye ott hagytuk abba az egészet, hogy hoztam vizet ide a cukorgyárba, hogy meginduljon itt is a termelés. Plusz vettem egy pótkocsit a terrogdóhoz, hogy ne ezzel a kis bigyóval kelljen szaladgálnom. Ezzel a kis 190 lovas csudával. Ugye cukorgyár. Igen, mindjárt meg fogom nézni a szomszéd, hogy áll. Ja, de először learatom a cukorré, vagyis hát felszedem a cukorrépát, mert föl kell szedni, nehogy ott maradjon. Egyébként többen jelezték újból a Facebookon, hogy aki esetleg nem tudott róla, vagy nem beszéltem még róla, vagy nem hallott, hogy beszéltem róla, hogy a frissítés ismét egy szivatásra annak, aki a 22-vel játszik, és ugye a Mr. Proper is, Proper, nem akarom megsérteni, hogy rosszul mondom a nevét, azt hiszem Proper is jelezte nekem, kérdezte tőlem, hogy én hogy oldottam meg a problémát. Hát én úgy oldottam meg a problémát, hogy félretettem a 22-t, aztán mással kezdtem el videót csinálni, mert ez a probléma máshogy már nem eszközölhető és kezelhető. Nem látom? Távol látom? Nem látom? Jó, látom. Most miért jöttem én azzal a traktorral ide? Ezzel, amikor vinnem kéne még vizet. Nem tudom, hogy a sörgyárba. Szerintem így nem lehet megnézni. Így nem lehet megnézni, hogy mennyi kell. Ugye a 19-ben a Global Company-nél ott kimutatja, hogy miből mennyi van, melyik cégbe, de itt nem mutatja ki. Hát nem baj, nem baj, föltaláljuk magunkat, aztán viszünk vizet ide is, meg oda is, a sörgyárba is, mert hagyj menjen ott is a termelés, bár most már hosszú távon nem maradok ezen a mappon, pedig baromi jó. De hát itt is ugye előbb-utóbb véget ér a mandátum, még legalább egy-két részt tervezek, mert ebben a részben el szeretném érni a segítői rátát, hogy kimaxolni, megvegyem azt a földet. Hogyha nem is sikerül kimaxolni, ja, ez már megint megtelt. Hogyha nem is sikerül teljesen kimaxolni, akkor is már ott tartok, hogy nyugodtan megvehetem, mivel az anyagi helyzetem az abszolút, de megengedi. Na, ebben legalább van terrautududa van. Nem izé trabanduda, mint a... Na nyissad, nyissad, baromarcukám, hát. Nem érek rá itt veled szütyörögni. Ugye megtehetem volna azt is, hogy azt a nagy cukorépa kombányt bérelem ki. De hát, mint a fogamat húzták volna, amikor megláttam, hogy 50 000 pénz körül van a bérlése. Ja, itt mondhatom, hogy euró, nem úgy vagyok vele, mint 19 vagy 22-be. Mindig eurót emlegetek, aztán dollárba van megadva. Még jó, hogy a segítő ilyen türelmes és kitartóan kezeli a nagy traktort kis eszközzel.
Go, go, go. ...22.500 literes. Ez a tartály. De azt hiszem valami 25% körül maradt, vagyis hiányzik a cukorgyárból, a vízből. És hát a sörgyárban meg oda meg több, nagyobb mennyiség kell, de hát most már szabad ez a traktor, úgyhogy ráérünk vele forgulódni. Egyébként ez hasít, mint az állat. Ez a traktor, ez baromi gyors. Úgyhogy 30-al megy gyorsabban a teherautó, annyi, hogy annak a puttonya nagyobb. Hát az üvegház az meg nem tudom, hogy mi lesz még a sorsa. Komposztálóval se, azzal is ki kéne valamit találni, mert ott a roppant sok komposzt. Ugye üzemanyagra már nincs szükségünk, mert annyi komposztot hoztunk, vagy csináltunk, hogy... Várjál, nem ide kell a víz? Ja, de hogy nem ide. Ugyanígy kell kiüríteni R betűvel. Jó. Lehet, hogy rosszul emlékeztem? Nem. Hova is adja ezt ki? Nem tudom, majd valahol a másik oldalra biztos. Úgy szaporodik a sörünk is. Szerintem nem is kell közelebb állnom. Nem. Jó. Innen is tölti, csak annyi, hogy nem... Ajajajajajajajaj, mit csinálsz? Hát nem fővenni kell, bazd meg. Kiadni. Hát most mi? Így. Hát elkezdte visszatölteni magába a folyadékot. Haver, hát hogy gondolod te ezt? Hát sör, az folyadékony kenyér. Élet, erő, egészség. Heh. Mint a Ford fellén, ahogy mondta. Eszem faszom. Ja nem, azt a izé mondta. A izé a... A magyar csótány. Eszem faszom meg el. Te meg miért zöröksz közbe? Jaj, apukám, nem tudsz mit csinálni, hát... Ennyi eszed nincs, hogy kiürítsd oda a földre, mint ahogy... Normál esetben ez szokás. Ugye, mert a cukorrépát azt nem így szokták... gyűjteni, mint ahogy... Most csináljuk, csinálom. Hanem ezt kupacolni szokták a föld szélére, vagy egy... mondjuk, hogyha jobbról, balról beáll középre egy fogásra egy két gép, akkor középen kupacolnak, és akkor onnan hordják el. Jön egy rakodó, vagy pedig a föld széléről kihordják átrakó kocsival. Na. Hihi. Ez a kombány. Na nézzük meg közben, hogy a... Hogy áll a szomszéd. Birtok. Azt a bides minden itt, de le vagyok lassulva. Hú, de furcsa, hogy ilyen lassan futok ebbe a 12-be. Igen. 164.000, 190... Nem tudom, 6 volt, vagy... 2, mit tudom én. De jól engedte, nem sokára itt is lesz majd a beír munka. A cimbra. Cimbara. Repi a lovak közé. De miért nem fordul nagyobb ívbe? Akkor nem kéne itt a növény taposni. És bemegy a föld egyharmadáig, onnantól ad vissza. Egy simán egy évben meg tudott volna fordulni.
Jajjajjaj. Nem baj az, hogyha sok lesz a izém. A cukorgyárban a cukrom, és a sörgyárban a söröm, mert sörre például mindig van fogyasztás, szénhidrátra szükség van, amint cukorra. Ja, százalékot akarok nézni. Azt mondja, hogy raklap van 87%, barley, árpa van 66%, víz 69%, fasza. Nem is ezt így hagyom. Hoppá. Hagyjuk meg. Ő így az öregnek itt a cukorgyárban. Mit csinálnak ezek? Mondják az épületet? Belülről. Itt van víz 99%, cukorép 33%, raklap 69%. Jó, tehát akkor ide csak a cukorépet kell egyedül pótolni most már. Cukor. Ja, ide fogja kipakolni nekünk a cukrot. Ez itt már az? A táj túl nehéz. Persze, nem ismerett az én fizikai állapotomat. Azt mondja nekem, túl nehéz. Ide fogja kitolni, jó? Na. Ajajajajaj, meg. Időközben, amíg nem csináltam Farming 22-t, ugye csináltam egy Hunter Classic videót, meg mi is volt a másik? Igen, meg egy LTS videót, aztán elmondom, akkor legyen már egy kis, mi a fene is, Farming 2017. 19-et annyira nem akarom erőltetni, mert nem a szívem csücske, ahogy tudjátok ti is. Aki nem tudja, az most megtudta. A 17 az viszont annyira el lett felejtve, hogy szinte úgy reagáltam rá, amikor így hirtelen fejbevágott, mint egy a gondolat. Mint hogyha az asszony vágott volna fejbe. Hogy úristen, hát ott a 17-es mentés, ami rám vár. Mint ahogy a 22-es is, de hát ja, 22-ben időközben volt időm nézegetni mappot. A váltót még mindig nem néztem meg, mappot nézegettem. Hát egy mappot találtam, ami mondjuk úgy, hogy nekem valamilyen szinten úgy retro ágra hajazik, tehát hogy talán el tudom képzelni rajta a retrót. És de vagy 15 mappot biztos megnéztem, ami lengyel map leginkább, mindegyik olyan betű, tehát a kép, az index képek alapján olyan csodának tűnik. Aztán amikor belenéztem a mapba, akkor egy sablon szar volt. Ebből is látszik, hogy már tömeggyártás megy a mapban. Nem, tehát nem a minőségre figyelnek, vagy az elvárásoknak, hanem annak, hogy
föltöltöm egy mit tudom én megosztó oldalra, és arról az oldalról, aki leszedi, az keressen valami kis pénzt vele. Mert ha csak ilyen eurócenteket is keresnek vele, akkor is, hogyha több ezrel leszedik azt a mappot, csak annyira, mint ahogy én is, hogy megnézni, nekik ez akkor is pénz. Összeraknak egyet, levédik, olyan lakatok vannak rajta, hogy ami föltörhetetlen még egyelőre. És akkor már rakják is össze a másik, hasonlóan magas minőséggel megáldott mappot. Ami gyakorlatilag két nap alatt elkészül egy normális moddernél. Vagyis mappernél. Vagy már nem is tudom, hogy minek nevezik magukat ezek, akik erre vannak szakosodva, mert az egyik az modder, a másik mapper, a harmadik meg kutyer, meg fittyer, meg mutyer. Az egyik megnevezés meg se tanulom, a másik már, vagy ameddig a másikat megtanulom, addigra ez már kimegy a divatból. Én meg még azt se tudom, hogy mit jelent. Mint ahogy eleinte voltam a PLS-sel. Azzal is kivettek az észből. Odaírják, hogy izé, linket tudsz adni, PLS. Hát mondom, minek példázgat ez? Azt hittem, hogy elbasztad, rakott hozzá egy sebetűt. Hogy például, aztán rakott hozzá egy sebetűt. Aztán utána kiderült az, hogy a PLS ugye az please. Nem tudom és nem is akarom követni ezekkel a nagy tudású megnevezésekkel az ütemet, mert magyarként magyar nyelven beszélek. Nem próbálom erőltetni azt, ami nem megy. Ez olyan, mint a Csoki meg a Lali beszélgetése, amikor ne beszélj spanyolul. Miért? Hát mert nem tudsz. Közben mehetünk M-cimbi. Négy százalékot már ide adod nekem úgy közben is. Megyek, haver, megyek. Na, 47 tonna. Tizenöttel megy többel, mint a kis izé. Nem stara, hanem mi a lófasz az a kis terra, vagy traktor, nem tudom. Sagó. Mit tudom én? Hoppá, szedd el a gazsi. Éha, üstelám a cukorgyár kéménye. Dolgoznak. Cukkerészek. Nem baj az.
csak dolgozzanak. Dolgozzon, és azt mondja, dolgozzon. Na, egy kis billentyűs tolatás. Még ezzel is mellé kapat. Nem elég, vagyis nagyon széles az a rámpa. Szerintem. Így is lelóg egy kicsit a kerék belül befelé. Picit lehetett volna közelebb is rakni őket. Így segítő magtára megtehet. Jövök. Ez jó néz ki ez a kis terrautó, csak olyan, mint hogy... Orra akarna esni ez a tátra. Így gyerekek. Bolyongok, hogy mint a folyóját vesztett víziló. Ja, mondjuk, hogyha pénzhez akarnék jutni, akkor a Ponzit is eladhatnám. Scorpion Kinget. Mert az is felesleges. Az nem is tudom, hogy az enyém, nem, mert csak bérelt. Bérelt? Várjál? Sztyő, gazsi. Garázs? Bérelt cuccak? Bérelt eszközök? Ja, csak ez van bérelt, akkor az is az enyém. Már ugye raklapot egy ideig nem igazán akarok csinálni. Cukorgyárban is van egy valaggal. Sörgyárban is nagyon sok van. Most már nem cserélem le a két kis traktort. Mondjuk ez a Steyr ez erősebb, de nem sok van már neki vissza. Úgyhogy ezt itt még betakarítja ezt a cukorrépet. És akkor át fogom vinni oda a másik földre. Össze lesz szántva addigra. Mindahogyan az enyém lesz az a föld. Ezt még lebérmunkázom egyszer. Egyszer biztosan, és akkor már szerintem meg is vehetem. Akár. Összeszántom, egy betakarítás biztos, hogy lesz rajta. Add ki magadból, ami benned van. Mondom, add ki magadból, ami benned van. Hát nem érted? Hát hova mész még hátra? Hát nem... Állja! Hát elmegy. Hihi! Lehet, hogy túl erőszakos voltam, és nem volt már benne semmi. Ja, közben azt a földet kell szántanom? Szerintem igen. Ahol kell megnézni? Itt. Ja, nem. Itt. Aha, jó. Mind a kettő szántást fog igényelni. Tökéletes. Hova indulsz, koma? Várjatok, mert kormányom egy kicsit el van csempülve. Elfordult, aztán... Aztán izé...
izé, mizé, bizé, hozé. Hol ez a hom, gom, minek világ, villog ez a szar. Ezbe figyelnem kell, hogy izé, nem ám. Másra nyomok, aztán megállítom a felvételt, mert akkor kezdhetem előről. Most miért nem nyitott ki a csövet? Ja persze, mert rá kéne váltanom, igaz? Várjál meg! Úgy egy lassan fut a karakter. Ez szerintem fáj a lába. Tehát russz. Elakadok. Na, egy picit én is dolgozok. Nem emelem fel az eszközt, mert ameddig rá átváltok, meg minden, addigra megfordulok. Jó lesz ez így. Jó ez ezeknek. Bérelt eszköz nem sokára mehet vissza. Na lehet, hogy ez a sor bele is, bár nem biztos, hogy bele fog férni. Gyerek! Koromban, amikor általános iskolába jártam, nekünk kellett menni ilyen izé, nem volt kötelező, de célszerű volt elmennünk. Cukorépa földekre jártunk, és ezzel gyűjtöttük az osztálypénzt, a maradék cukorépát, ami benne maradt a földbe, vagy esetleg a gép nem szedte föl, vagy kiesett belőle, vagy valami, azokat kellett összeszedni egy pótkocsira. És akkor azt hordták ki a föld célére, elég sokat össze sikerült szednünk mindig, és akkor azért mi az iskolából ott pénzt kaptunk, és az ment szépen az osztálypénzbe. Aztán abból mentünk kirándulni, egy ilyen volt, hogy egy hétvégére mentünk Balatonfenyvesre. Mondjuk nekem az nem nagyon volt kirándulás, hogy őszinte legyek, mert nagynéném ott lakott, aztán minden évben vagy háromszor voltam nála. De hát így az osztálya jó volt. Ja, mondom, miért nem üríti át az ilyen picike kis szutyok. Jó néz ki ez a stájér, nekem egyre jobban tetszik. Azt hiszem most már 22-be is fel lehet, hogy majd... Hoppá, várja a hátsó kikapcsolt. Még. Így.
Ez anyád. Ott azt a sort, azt sajnálom, úgyhogy nem hagyom ott. Igaz, hogy nem nagy mennyiség, de hát az enyém. Képesek, a vadak bejönnek, aztán lelegelik, ide szoknak. Utána meg még itt is vadásznom kell. Erről már le is van pucolva a felső rész, úgy, ja, de nem, itt még nem. Majdnem azt mondtam, hogy akkor vissza lehetne már az elsőt adni. Gyerünk. Jó. Ja, hogy most... Ényi... Ó. GBV. Nagyon fasza. Ez még mehet. Ugye vihetném a disznóknak is, ha lennének disznójaim. Vagy ha mozgatná a fantáziámat a disznó, mint állatkodás. De hát a disznó az, ami a legkevésbé mozgatja a fantáziámat. Jó. Garazs. Azt mondja, hogy mehet vissza. Ez is mehet vissza. Nagyon jó. Ezt itt leállítom egyelőre. És akkor a maradékot elviszem még a cukorgyárba. Aztán már este fél hét van. Megint víjére dolgoztam magam. Rövid idő alatt. Hát nem is olyan rövid, 34 perc. Fölteszem az időt, 120-asra, aztán majd az öregnél egy-két szóval beérik szerintem a búza, vagy mi van rajta. Nem tudom, hogy kéne reggel csinálnom. Attól félek, hogyha reggel csinálok, akkor viszont learatják helyettem.
Hoppá, kicsit félre megyek. Jó, van már enged durítani, úgyhogy nem érdekel. Mi az Isten? Hát mi ez? Azt a kurva eget, gyerekek. Hát itt aztán fölkapcsolták ám a villanyt úgy rendesen. Mint hogyha nappal lenne. Hoppá, nem fért bele az összes cukorrépa? Nagyon jó. Akkor viszont ezt beviszem a silóba. Na de viszont reggel csinálok én szerintem, mert... Hoppához ki kell szállnom a traktorból, igaz? Igen. És akkor Ctrl R, igaz? Reggel 6 óra, mondjuk legyen 9, így vagy 10. Jó. Tátra Főnix 6x6. Amerikai autók magyar földön. Abban nem, mert mondjuk a neve az Moonlight, ugye az englisül van. De a feliratok is, meg a készítő is magyar. Jó. Na, azt mondja, hogy... Na már, ja jó van itt venni. Sírtelen azt hittem, hogy már megöttem ezt a földet, de nem. Ó, fasza, jókor érkeztem. Betakarítás. 164 ezer indítás. Indíjuk. Curik hátra. Nagy New Holland, de lehet, hogy jobban jártam volna. Volna, volna. Húzát adatok is, nem kell meghagyni a szalmát. És kibaszhatnak a helyzettel, és meghagynám a szalmát, utána megveszem. És... És az enyém a szalma. Igen, de mit csinálok a szalmával? Nem kell a komposztálóba, nem kell a tehenek alá. Tegye meg a fene, csak szenvedés. Lopsza. Ja, nekem az a bigyó kombányom van, igaz? Akkor majd lehet, hogy azt is le fogom cserélni. 30 percet kaptam ennek a picsaföld, kisföldnek a betakarítására. Ó. 30 perc alatt még egy ilyet betakarítok. Harminc perc az majdnem fél óra, mi? Na mondjuk ez nem fél óra volt, mert már 17 másodperc van még vissza 30 percnél, azért mondom így. 30 perc. Lehet, hogy a következő munkafázis a szántás lenne. Majd
meg először biztos, hogy hígtrágyázás lesz, hogy még arra is kapnék egy kis lóvét. Sőt, hát, és ha... Hát, hogyha megvan a hígtrágyázás is, gyerek, akkor kimaxoltam az izét, a jó szomszédi viszonyt. Tökéletes. És akkor legalább el tudom mondani, hogy azt nem tudom, hogy mennyit kerestem ezen a földön a bérmunkázással. Rohadt jó kerestem, az biztos. De azt el tudom pontosan majd mondani, hogy mennyit engedett az eredeti árból a vételárig. 30 ezeret körülbelül, én úgy satszolom. Talán többet is. Hát mondjuk ez nem is kérdés. Igen, messze. Mindjárt megnézem, mert ide föl van írva nekem. Valahova. Nem tudom pontosan, hogy hova írtam föl. Azt tudom, hogy valahova fölírtam. Rend a káoszba, az azt mondja, hogy ez nem az. Gyerekek, nem odafigyeltem. Hűha. Az anyját már megint kiállok. Azt mondja, hogy 196.197 pénzt engedett belőle. Vagyis, na, annyi volt a kezdő ár. Azt a kurva, milyen foltokat hagyok ki, még a végén vissza fog érte zavarni. Hát, de nem hiszem. Sőt. Eljut a kármi, addig aztán elveszi. Nem is kell végig csinálnom, azt tuti tutko. Az a nyárfasor, ez milyen jó. Ami ott van. Ugye az kimondottan olyan magyar feelinges. Aztán utána, hogyha nagyon telhetetlen lennék, akkor ugye egész kiszállhatnám az út széléig. Mert gyakorlatilag ez a füves rész, ez gazdátlan. Úgymond az enyém. Ugye 17-ben nem úgy van, mint 19-ben vagy 22-ben, hogy ami nem... Tehát fát vágni lehet bárhol, füvet kaszálni lehet bárhol. Nem úgy van, mint ahogy a nagy testvérekben, hogy csak ott tudsz fát vágni, vagy füvet nyírni, amit megvettél.
Na. Kb. 6 perc alatt értem el a felét. Én nem is néztem az időt, hogy mennyinél indultam, de hát amíg felvettem a vágóasztalt, meg beindítottam, meg kinyitottam a kombányt, addig elment egy fél perc. Úgyhogy olyan 31-ről indulhattam. Hát azért nem maradtak olyan szépen egyenesen, mint 22-be. Jó, mondjuk nem is figyeltem oda. Egy 17-ben is van GPS. De én nem szeretem a kukázott módokat, főleg hogyha sok van bent belőle. Sokára kész is vagyok. Mindjárt 3-4-nél vagyok már. És még egy fogást csinálok, és akkor utána ráállok a... Hoppá. Horgással leforgom a francba. Big pack. Ugye itt nem kell azon aggódnom, hogy meg fog törni a kombány, mert nem telik meg. Ennyi, egész jó, haladunk gyerekek, 48 perce megy a videó. Egy óra, ameddig elérünk az egy órához, addig enyém lesz a föld. Kb. Hát ha nem, akkor tévedtem. Nem túl üzemanyag költséges ez a technika még ennél a távolságnál, de ott tegye meg a fene. Közben szívom a cigit, mint a bajnok. Mekkora ez a kombány? 12 000-es kb. Várja, 10. És még nem reklamált, pedig átjöttem az én földemre.
veszek egy bazi nagy New Hollandot, vagy hát azért nem esünk annyira túlzásokba. De valami nagyobb kombányt veszek. Bár azt olyan mindegy, mert mindig segítővel csináltatom. Itt az aratás. Közben szeretném megragadni az alkalmat, és minden egyes új követőmnek szeretném megköszönni azt, hogy bekövetett, vagyis hát feliratkozott a csatornámra, és a régieknek viszont szeretném megköszönni az aktív itt létet. Bár kicsit like szegény a bagázs, mert lájkkal spórolnak, de ezt akár meg is lehet érteni. Én is csak azt szoktam lájkolni, ami tetszik. Kellett volna kihagynom azokat a flekkeket. Bár az utolsó soron úgyse kell fölmennem már. Ha, mindjárt kész. Röpke 15 perc volt a idő, ami alatt elvégzem ezt a betakarítást. Hogy mondtam, 53 perce megy a izé, a videó. Belehúzok. Belehúzok, mint az állat. Jó. Igen. Azt mondja, hogy következő fázis. Ó, adjam egy másik traktort, vezzek ne ezt a törzscsuklós istenfaszát. Lehet, hogy azzal még jobban jár. Ah, nem, ez jó. Ez jó. Indítás. Jó, nekem ez nem kell az orsúly se. Hol az X? Itt. Azt mondja, hogy van 54 perce megy a videó. Tehát majdnem 6 percem van arra, hogy befejezem a ganyízást. Hát úgyhogy gyerekek, ha fogadtunk volna, most milliómos lennék. És a célom meg lesz valósítva. Senkinek egy szava nem lehet, hogy nem értem el a célomat. Ugye 22-ben Vojvodinán ugyancsak elértem. Itt megint csak elérem. Úgyhogy szava hihető embernek lehet akár titulálni. Szerintem. És
És van, kimondottan naív vagyok. Sőt, hogyha elhordanám a sörömet, még akár a simán a 1 millió eurót is kitűzhetném magamnak. Célul azt is pikpakkel érhetném. Bár mondjuk 17-ben azt nem nehéz elérni. Beraknék ide most kukoricát, lesilóznám. Bevinném a izébe a... Leszecskázna, ja, lesilóznám. Ugye itt van a komposztérlelő. Vagy mi az a izé, már össze-vissza beszélek. Ja, dehogy nem. Van érlelőm? De most ebben nem vagyok biztos. De ha nincs, akkor is beraktam egy bunkersilóba is már. Abból is jó keresnék, de akár kaszálhatnék is füvet, mert a kaszát még ki sem próbáltam. ...57 percre megy a videó és mindjárt kész vagyok? Ha-ha-ha. Itt azért végig kell húznom a... Nem sokkal hamarabb fogja elengedni a... Küld itt, na azt mondja, hogy... Jó. Kész. Kimaxoltam a segítői rátát. És még mindig faraghatnék belőle. Mert szántás lenne. Pénzt is kapnék érte, de most már... Na várjatok. Azt mondja, hogy 196 ezer, az 40 ezer, hát mondjuk nem egészen 40 ezer, ha mondjuk 196.200 és 157 ezer, tehát 39 ezer pénzzel adja olcsóbban, mint amennyiért eredetileg adta volna. Na de viszont én a saját gyakorlatilag ő fizette nekem a vásárlási árnak egy részét, úgyhogy ennyi. 59 perc 18 másodperce megy a videó. Van nekem, igaz? Remélem. Ja, hát persze, hát a módoltekét akarta rám sózni a fater. Csak azt nem tudom, hogy hol van. Sőt, ez van egy súlyom is, az ott van. Aki az lehet, hogy itt van kívül. Ja, várjatok, van komposztáló? Nem, itt nincs, akkor lehet, hogy a teheneknél van. Ott van valami. Ja, ott ezeke.
nézzük csak, hogy is van ez a föld. Aha, onnan kell erre jönnöm, jó. Nem fogom most leszántani teljesen, csak megcsinálom a széleit. Így. Próbálom egyenesbe tartani. Bár így szerintem jó lesz. Picit elrébb. Angyafasznyit így. Mások így. Na várjál csak. Itt hogyha bekapcsolom a terület kialakítást. Arra vagyok kíváncsi, hogy itt segítő végighúzza-e vajon, mert hát gyakorlatilag... Aha, jó. Na így a... Ó, és ő nem szántja be. Ó, hogy baszódjál meg, állj meg. Végighúzza, csak kikapcsolódik a terület kialakítás. Hát pedig azt hittem, hogy bekapcsolva marad. De hát hinni a templomba kék. Vagyis nem kell, ott se kell, csak ott szoktak, akiket át lehetne verni. Jó lesz. Nem nyúlok a kormányhoz, és mégis mintha egy kicsit kijönne kifelé. Jó. Égyni. Akkor itt meg azt hiszem, hogy megyek kikapcsolom, így. Igen, itt meg ez a föld, ez az oldal, ezt az oldalatnak a szélességét kell hozzáhúzni ahhoz. Terjébb. Jó lesz. Zé. Így. Jó, most akkor az első kereket megtartom itt ezen a vonalon. Így szerintem így jó lesz. Hoppá, egy kicsit eljöttem. Talán. Nem tudom, valahogy olyan nagy a holtjáték a kormányomnak. És nem tudom miért. Holott vissza van véve 14-ről
6-ra, vagy... vagy mennyire. Jó. Azt mondja, hogy V. Itt jó. Így a széle, ahogy nézem, viszonylag jó. Mi az a zöld folt? Ja, semmi. Így közben az időt én meg rakjam, fő kéne raknom 10-esre. Ja nem, itt nincs 10-es, 15-ös van, jó. 15-ösre, hogy hagyj termelődjön már a cukorépából, cukor a zárpából, meg sör. Így. Nagyon jó. Na, hát akkor ebben a részben elértem, amit akartam. Ami nagyon jól sikerült. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a megtekintést, visszavárlak titeket a következő részre is, ami biztos, hogy még egy 17 lesz, legalább egy vetés, talajmunka és vetés és betakarítás. Meg hát ugye a cukornak az árát is meg akarom nézni, hogy mennyit lehet érte kapni. Egy vagy két részt ígérek még. Na, elköszönök tőletek, szevasztok!